Ez itt át a hitköznapok, a mai hitköznapok vendége pedig Mézes András, a hídgyülekezet a rákész, akit szeretettel köszöntök itt a Hitrádió stúdiójában. Szervusz Csilla, köszöntöm én is kedves hallgatókat és nézőket. És ugye a mai délutánon emberi sorsokról fogunk beszélgetni. Ez mindig nagyon foglalkoztatott engem egyébként, hogy mitől függ az, hogy egy embernek jól alakul az élete, és mondjuk élete végéig egy boldog életutat jár be, és mi az oka annak, hogy van, akinek meg nagyon balulsül el a, a sorsa. És ez meg még érdekesebb kérdés, hogy amikor az ember megtér, és ugyanaz a, ugyanazzal az Istennel lesz szövetsége, hogy ott is vannak nagyon nagy különbségek, hogy ennek mi az oka arra nem biztos, hogy most ez erre én tudok válaszolni, sőt, biztos, hogy nem tudok. A sors egy nagyon összetett és nagyon, nagyon szigorú törvények alá, szellemi törvények alá rekesztett igazság minnyájunkat érinti, és több minden befolyásolja a sorsunkat, de nagyon, nagyon lényeges látásokat ad Isten igéje a sorssal kapcsolatban. Az egy nagyon különleges kérdés, hogy az ember az úrban, és hogy az úrhoz közel kerülve milyen életpályát fut be. Ezzel kapcsolatban is azt látjuk az igében, hogy, hogy vannak történetek, amik egészen megdöbbentő különbségekre mutatnak rá. De hála Istennek azért vannak ezek megírva, hogy okuljunk belőle és Istennek az a terve, és az az akarata minnyájunk életében, hogy, hogy jól alakuljon a sorsunk. Még ha, Ez a cél. Még ha, még ha el is rontottunk dolgokat, akkor is jól alakuljon a sorsunk, ugyanis Jézus Krisztusban egy olyan dicsőség van, és az ő engesztelő áldozata, az ő vére, ehhez jogot adott nekünk, és az újjászületésünk által jogot kaptunk arra, hogy a sorsunk legfontosabb formáló erejévé váljon az urban lévő erő és, és Jézus Krisztus dicsősége, ahogy, ahogy a ládán, a frigyládán, ládán. Ugye ott volt a, a sekina a jelenlét. Az életünkben ugyanez van, hogy, hogy, hogy tehát egy olyan, ez, ez a fény, ez a, ez a minden erőnél hatalmasabb erőt hordozó fény. Nekünk azt mondja Pál, hogy hogy Jézus Krisztus arcán van ez a, ez a dicsőség, ez a fény, és, és Isten ezáltal akarja formálni az életünket. Na most azt látjuk, hogy az igében is a, a Ládával, Frigyládával való találkozás, különböző dolgokat hozott ki az emberek sorsában, attól függően, hogy ők hogyan viszonyultak magához, az úr jelenlétéhez, a, a frigyládához. És ugyanígy van velünk is, hogy attól függ alapvetően, hogy mi jön ki az életünkben a dicsőség által, Isten jelenléte és, és az Istennek való szolgálat, és az úrral való járásnak mi lesz a gyümölcse a sorsunkban, és hogy hogyan viszonyulunk ő hozzá? Igen, és ez azért is nagyon érdekes, mert az, hogy a világban különböző módon alakulnak sorsok, azt még úgy megérti az ember. De amikor ugyanazt a Bibliát olvassuk, ugyanazokat a történeteket, ugyanazok a tanulságok, számunkra a tanulságok, ugyanazzal a kenettel tudunk élni, és mégis más, más keresztényeknek a sorsa, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon miért. Hát igen, de azért az az mindenképpen be kell kalkulálni, hogy nagyon különböző háttérből jövünk. Tehát a, a nagyon, nagyon mély háttér és kevésbé mély háttér az, ami, amit az ember hordoz csomagként. Tehát az, hogy most kinek miből kell felépülnie. És az úr kiből, kit milyen módon épít fel, az az ebben, ha úgy tetszik, nem, nem egyenlőek, a, de nem mindenki ugyanonnan indul, és nem mindenkinek ugyanakkora terhek azok, amiket meg, meg akar harcolni az életében az úr. De Isten senkiről sem mondott le. Tehát a legnehezebb, legdurvább hátterű emberrel kapcsolatban is egy nagyon határozott, nagyon világos terve van Istennek. Ez pedig a teljes helyreállítás. És tehát az, hogy, hogy keresztényként más ö, életpályát futnak be emberek, ö, Hát ez, ez ennek is betudható, hogy más, más háttérből jönnek, más hibákat követtek el, más őseik voltak, és hát más személyiségek. De mindenkinek személyre szabott terápiája van az Úrnál, és, és vannak ugyanakkor olyan törvényszerűségek, szellemi igazságok, amik minnyájunkra ugyanúgy igaz. És a, a cél megvalósulása szempontjából ö, azokat a példákat, Kell néznünk és megélnünk, akik a, a Láda, a Frigyláda mellett győztesek lettek. Őket kell követni, ez nyilvánvaló. Így van. Van egy történet, amikor három emberről is olvasunk, egy, egy nagyon közismert történet, amikor Dávid viszi fel a Frigyládát Jeruzsálembe, és, és egy nagyon lelkesen indul el a, a, a helyreállító munka, és ami teljesen Istentől való munka volt, és ebben a történetben látunk három embert, aki kapcsolatba került a ládával, és teljesen más sorsot értek meg. Én felolvasnám ezt a történetet, ha, ha lehet, mert így, így jobban átlátjuk, hogy, hogy milyen következményei vannak a az úr dicsőségével való találkozás, milyen következményei lehetnek ez a kettő Sámuel hatodik részének az első versétől, olvasom az igét, Összegyűjté ezek után Dávid az egész Izraelnek színét, 30 ezer embert. És felkelvén elment Dávid az egész néppel együtt, amely vele volt Júdának városába, Bahalába, hogy elhozza onnét az Isten ládáját, amely névről a seregek urának nevéről neveztetik, aki ül a kérubok között. És tették az Isten ládáját új szekkére, és elhozták azt Abinádábnak házától, amely volt a dombon, és Uzza és Ahió Abinádáb fiai vezették az új szekeret. Elvitték azért azt az Abinádáb házából, amely a dombon volt, az Isten ládájával, és Ahió a láda előtt megy. Dávid pedig és az egész Izrael népe őrvendeztek az úr előtt, jegenye való minden szerszámokkal, hegedükkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal. És mikor nákonnak szérűjére jutottak, kinyújtotta, úzza az ő kezét az Isten ládájára, és megtartotta azt, mert az ökrök félre mozdították. Ennek okáért felgerjedt az úr haragja Uzza ellen, és megölte ott őt az Isten vakmerőségéért, és meghalt ott az Isten ládája mellett. És bosszankodott Dávid, hogy az úr ilyen romlással rontotta meg Uzzát, és nevezte azt a helyet Péres Uzzának minden mai napig. Megfélemlék azért Dávid azon a napon az úrtól, és mondta, hogyan jöjjön az úr ládája én hozzám. És nem akarta Dávid magához vinni az úrnak ládáját Dávidnak városába, hanem letette az Dávid a Gitteus Obededom házánál. És lőn az úrnak ládája a Gitteus Obededom házánál három hónapig, és megáldotta az úr Obededomot és egész háznépét. És mondták Dávid királynak ilyen szóval, megáldotta az úr Obededom házát és mindenét, amilyen van, az Isten ládájáért. És elmenvén Dávid elvitte az Isten ládáját az Obededom házától, Dávid városába vigassággal. Mikor pedig azok, akik az úr ládáját vitték, hat lépést mentek, áldozék ott egy ökröt és hízott borjut. Dávid pedig teljes erejéből táncolt az úr előtt, és gyolcsefódot övedzett magára Dávid, Dávid azért, és Izraelnek egész háza felvitték az Úr ládáját énekléssel és trombita szóval. Ámen. Dávid látta, ő tudta, hogy Izrael, aminek ő, ő a királya, Izrael jelene és jövője a ládától függ. És volt kijelentése arról, hogy Jeruzsálem, a kiválasztott hely. A Cion az a kiválasztott hely, ahol, amit Isten kiválasztott, hogy, hogy a föld köldöke legyen, és ezért egy, egy szellemi látásból elkezdte, tehát oda akarta vinni az úr dicsőségét, hogy, hogy meg tudjon valósulni Istennek a terve. Egy, egy zseniális szellemi látás volt Dávidtól, és nagyon lelkesen elkezdték a helyreállítást, és ebben a helyreállításban három embert láttunk, akik más és más életpályát futottak be. Az egyik Abinádáb, a másik Uzza, a harmadik pedig Obededom. Mind a hárman ugyanazzal a ládával kerültek kapcsolatba, de mind a hármuknak teljesen máshogy alakult az élete. És ha megnézzük, akkor akkor és a másképp hatott a való találkozása is. Más hozta, ebből a, a, a találkozásból más lett. És a keresztény életben is valahogy ez a három életpálya tud megvalósulni, az úrral való találkozás után. szélsőség, hogy Uzza meghalt, a másik meg Obededon megáldásba került. Igen, hogy, és lehet ilyen, bár, bár, itt mondjuk az Uzzánál nem feltétlenül a, 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 egy ilyen ítélet, vagy egy ilyen, ilyen csapás az, ami, ami megtörténhet a keresztények életével, viszont viszont véget érhet, és, és, meg tud, egy olyan ütést tudja érni, hogy, hogy tönkre megy az teljesen, amit, amit csinált, ha, ha, hibázik szellemi értelemben, szolgálatában, tehát át tud menni olyan bukásokon, ami, ami hasonló ehhez. Szintetlen. De ez is, meg, ez is kiderül, hogy mi, mit, mi okozza, vagy mitől tud ez megvalósulni. Tehát nem az úrban van a hiba, nem a láda Igen, a frigyláda ugyanaz. Az ugyanaz. És mindenkinek az életében azért adta az Úr a frigyládát, hogy áldás legyen egész Izraelre. És azért adta a törvényt, a, az Isten tiszteleti rendet, a hozzávaló közeledést, hogy a, a sekinából, a dicsőségből élet jöjjön ki, áldás jöjjön ki. És többen a közelébe kerültek. Isten nagyon leszabályozta, hogy, hogy hogyan hogyan működik az ő dicsősége. És az látjuk, hogy mégis mást hozott ki az emberi életből, más, más tudott megvalósulni. És ez is válasz arra, hogy, hogy miért, miért élnek meg különböző életpályákat a hívők. Ehhez azt gondolom, hogy felelősséggel erre válaszolni csak úgy lehet, ha, ha ismeri az ember azt az Igen. adott életpályát. Tehát egy konkrét sorsra esetleg, Igen. de még talán lehet, hogy úgysem. Így van, de ebben a történetben vannak nagyon fontos tanulságok, és megszívlelendő életveszélyes helyzetet teremt, hogyha ezt nem tesszük meg, megszívlelendő dolgok, mert ez mindnyájunkra igaz. Ugye az egyikük e, Abinádáb, mind a hármukra igaz, Abinádáb, Uzza és Obededom, léviták voltak, joguk volt a láda közelében lenni, és e, mind a hárman találkoztak a ládájá, ládával. Abinádáb egy lévita család volt. E, évtizedekkel korábban, máshol írja az ég, hogy húsz évig volt a házukban a láda, e, ott volt az otthonukban. Ők vigyáztak rá, amikor visszakerült a súlyos válságból. A láda oda került hozzájuk. Húsz évig volt ott a láda, és ez az első, hogy semmi következménye nem volt. Tehát nem írja azt az ige, hogy rosszul jártak, nem írja azt az ige, hogy jó jártak. Egyetlen egy dolgot tudunk, hogy egész Izrael siránkozott a láda után. Tehát Valahogy Abinádáb úgy elrejtette a ládát, és úgy viszonyultak hozzá, ő és a családtagjai, hogy se rájuk, se a környezetére, az égvilágon semmi hatással nem volt. Nem tudjuk, hogy, hogy mi történt. Lehet úgy kereszténynek lenni, húsz évről van szó, lehet úgy kereszténynek lenni, hogy semmi következménye nincs. De se jó, se rossz. Se jó, se rossz igazán, pedig ott van. Tehát ott van az otthonában a dicsőség. De mégis egy, egy, egy teljesen hatástalan. Ha jobban megvizsgáljuk, megkapargatjuk ezt a történetet, akkor azért lehet következtetni arra, hogy mi volt a baj. A, hogy azt látjuk, hogy, hogy a gyerekei uzai, uzáék elég tiszteletlenek voltak. Tehát az igével szemben nem volt meg a tekintély. Tehát maga az igében leír dolgok, például, hogy hogy lehet vinni egy ládát, az, 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 abszolút nem, nem érdekelte őket. Ők azt gondolták, elég a lelkesedés. És biztos, hogy ezekben a, hogy maga a családban nem volt bent az igének az, az, az a Abinádának a fia. Igen. Aha. Az ő fia volt. És az ő magatartásából lehet látni azt, hogy hogy milyen, milyen hangulat lehetett otthon. Nem volt rossz ember a nem nem tudjuk. Nem volt kegyetlen, gonosz, de mégis azt látjuk, hogy hogy egy ilyen egy ilyen kicsit olyan unalmasnak ható otthonná De hát nem vált. fogták fel, hogy mi van a házban. Nem, nem tudták megragadni, nem tudtak úgy közeledni hozzá, hogy az hatással legyen rájuk. És és ez, ilyen, egy, ez egy ilyen tipikus első generációs veszély, hogy egy idő után az emberből kiveszik a szellemi izgalom. És a, a, egy, 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 egy ilyen általános Szintre süllyed le a hitének a mértéke, és az a mindennapi hit izgalma eltűnik. Na, no, ott van a láda, de mégis egyszerűen nem járul oda. Hát benne volt az, az egész világteremtőjének a, a jelenléte van ott a ládán. De mégsem járult oda hozzá úgy, hogy hogy az teljes hatással legyen rá, hogy megváltoztasson mindent. Na most egy. Egy néhány év vagy évtized alatt eljuthat ide egy keresztény, hogy a, és, és abból áll a, a szellemi élete, hogy mondjuk elmegy gyülekezetbe, emlékezik a régi szép időkről, ja, amikor hú, milyen, hogy lelkesedtünk az Úrért, milyen jó volt, és fú emlékszel, igen, és akkor összeülnek, és most már semmi izgalom nincs benne. De hát, minden a megszokás szerint így mert van, ez, mert minden ez... Isten tiszteletre elmegy. Tudom, hogy mi fog történni. Ha nem történik, akkor, akkor fel vagyok háborodva, esetleg még sajnálom is magam, kesergek rajta. És egy kicsit olyan állapotba kerül, mint a pusztában az első generáció. Hát ők is minden kanyarnál keserűségbe estek, és zúgolódtak, és semmi nem volt jó. Ez se volt jó, az se volt jó, és, és egészen megdöbbentő, hogy, hogy mennyire kiestek abból a, a, az állapotból, ahol, ahol viszont Isten látni akarta őket. És az úrral való találkozás a sínaim, amikor megrettentek az, az az ez teljesen eltűnt belőlük, az a, az a szellemi izgalom. Hát Abinádáb szintén ilyen volt, és, és csak a régik e, iránt e, 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 éreztek nosztalgiát magukban, ez az első generáció. Benzeg egyéb tomba milyen jó volt, és az egy kiüresedett hívőként, Egyszerűen ezek az indulatok jönnek vissza a keresztényekbe, hogy milyen jó volt, megfordulva a világban, milyen, milyen jó zenéket hallgattam, milyen jó dolgaim voltak, stb. De hát Egyiptomban megölték az elsőszülötteket, ott megölték a fiúgyerekeket. Egyiptomban rabszolga volt Izrael. Egyiptomban lehet, hogy visszavágytak az uborkákra, dinnyékre, hagymákra de a gyerekeik, a fiaik életveszélyben voltak. Teljes öncsalás és teljes hitetés az. És ha nincs a, a, a láda, a frígyládán lévő dicsőség, nincs az életünkben az úr dicsőségének egy olyan friss és, és inspiráló jelenléte, akkor, akkor ebbe visszacsúszhat az ember. És Abinádáb szerencsétlen ilyen volt. Nem, nem, tudjuk, hogy, hogy, egész pontosan mi lett vele, hogyan, de, de ez egy nagyon-nagyon rossz út. Ez egy, olyan, ez egy, olyan, tévedés, egy olyan belső unalom és lefáradás, ami, ami, amiben nem tud működni Istennek az ereje. Nem, nem tudjuk, mennyi idős volt, nem tudjuk, hogy hogy egy részleteiben, hogy mi történt, de erre figyelni kell minnyájunknak, hogy benne, benne van ez a veszély. És ráadásul ez ez olyan generációt termel ki, tehát az úzza az ő fia, és egy, egy ilyen unalmas közeg nem segíti az, hogy a hívők. Második generációja, vagy harmadik generációja meg, megértse, hogy mibe került bele. Hát ha azt látja a gyerek, hogy az apja még jobban unja az istentiszteletet, mint ő, azt látja, hogy, hogy apa egész lelkesen viselkedik isten tiszteleten, de kilépünk a gyűliház ajtaján, és már, a és már ott, már ő tudja, hogy hogy beszél, tudja, hogy, hogy milyen képmutatás ez az egész. Ő elsajátítja a gyerek a képmutatást. Tehát közben pedig az a az a döbbenetes, hogy a, a frigyláda itt van. Tehát Jézus Krisztus él. Ő nem változott meg. Semmi változás nem történt az úrban. Hogy amikor valaki ö, arról beszél, milyen jó volt, hogy lelkesedtünk az úrért. Egy, egyszerűen ez, ez nem bölcsességből való beszéd. Semmivel nincs kisebb lehetőségünk. Semmivel nincs egy gyengébb ö, lehetőségünk arra, hogy lelkesedjünk az úrért. Mikor mondja egy testvér, fú, régen, hogy felmentünk éjszakai vonatjárata, vagy felmentünk Budapestre, vidékre, felmentünk Budapestre, és éjszaka jöttünk vissza a posta vonattal, és, és, kit érdekel, de ott voltunk, és megkérdezett, hogy hát most miért nem csinálhat? Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mi, mi az, ami ebben gátol? Jézus Krisztus ugyanaz. És, és kifejezi, hogy hiányzik neki. És nagyon-nagyon és vágyik arra, hogy, hogy tündököljön újra az Úr. Tehát igazán ez rajtunk áll. De nem, nem az Úr változott meg. És hála Istennek, hogy tényleg működik. Azt mondta, hogy Jézus, jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok. Tehát ebből a megfáradt, ki elunt és és A életben is meg lehet fáradni. Hát de. De nagyon. Hát annál fáradtóbb nincs, mint a vallás. Tehát az, az üres, az Úrtól való inspiráció nélküli keresztény élet, azt az az borzasztó unalmas. Tehát az nagyon megterheli a lelkünket. Nem is erre vagyunk alkotva, semmi köze hozzánk. Ő, ő, ő egy általa inspirált, személyes kapcsolat, őszinte kapcsolat, ahol az ő szeretetét kijelenti, ahol az ő korrekcióit megjeleníti, ahol, ahol tényleg az övéi vagyunk, egy teljesen átadott élet. Ahogy, ahogy, az ember közeledik ő hozzá, és ahogy megjelenik, hát ez maga az élet. Erre vagyunk elhívva. De a láda mellett lehet úgy élni, hogy, hogy ez nem valósul meg. Ugye a másik, a legdrámaibb, az uzza. És ilyen életpályát is be, befuthat az ember, nem csak a második generáció, hanem bárki ugyanúgy a mellé kerület. Utca alapvetően nem volt egy rossz szándékú ember. De a neve az, az egy, ilyen, egy ilyen vehemens erő. A, a, a neve és kapcsolatban van a pimassággal és a szemtelenséggel. Tehát a, az ő karaktere valami ilyesmi volt, amit meg lehet érteni, mert ugye úgy volt vele 20 évet, ott nőttem fel a frigyláda mellett, és nem történt semmi. Nem? Tehát, hogy, hogy egy egy hát ilyen rossz következtetés lehet. ez, hogy akkor most nabum. Igen, nem tudjuk, mi történt ott az otthonukban. Szerintem hozzá nem nagyon nyúltak a ládához, mert az, az, annak, annak lett volna következménye, a törvénytelenül nyúlnak hozzá. De ugyanakkor a, a maga a szent dolgok iránti jó értelemben és pozitív értelemben félelme, tehát maga az Isten félelem, ami a tisztelet és a bizalomnak eh, a, a, az igazsága, ha hogy enélkül, tehát ez ez nem volt meg a szent dolgok felé. És eh, egy ilyen nagyon elbizakodott ember volt, tehát ezt is jelenti a, a, a neve, hogy gyakorlatilag ő, Megoldja, ő neki nem mondjon senki semmit. Ő tudja, hogy mi a dörgés, ő neki, ő azt csinál, amit akar, mert hát úgyis a, a, a hát kegyelem meg különben is, hát bármit meg lehet tenni következmények nélkül. Nem biztos, nem, nem volt egy rossz fiú ez az Uzza, meg hát vezette a szekeret, biztos, egy fantasztikus hangulat volt, élmény volt, hiszen hát egész Izrael, hát több tízezer ember ott, ott ö, ö, örül az Úrnak, hogy micsoda ünnep van, de hát nem az igazságra épült az a helyreállítás. Nem volt az áldozás, nem volt ott a véres áldozat bemutatva, az engesztelő áldozat, és egy Pogány módon közelítettek a ládához. Ugye a szekérre a filiszteusok rakták a ládát, és ugyanezt tette meg Izrael. Szigorúan tilos. Uh -huh. A ládát kizárólag léviták vihetik. Tehát nem, nem lehet akárhogyan vinni a ládát, és és ezt valakinek, a... akar egy lévitának tudni kellene. Hát neki tudni kellett. Tehát a, 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 a léviták e, ige ismerete az, az magas szintű volt. Tehát ők tudták. Hát egy fekettén fejére le van írva, hogy, hogy mit mond az ige. Nem lehet akárkinek. még Nem is minden lévita vihet. Tehát egyszerűen nem, nem úgy volt, hogy mindenki azt csinál, amit akar hanem nagyon határozottan világosá tette az úr, hogy ez az életveszélyes erő, ami rajta van a ládán, ami azért van Izraelben, mert meg akarja tartani, meg akarja erősíteni, védelmezni Izraelt, áldást akar közölni, abból nem biztos, hogy élet jön ki, ha nem úgy viszonyulunk hozzá. És ö, Uzza pogány módon vezette a szekeret, és a hangulat a tetőfokkára hágott, és eljutottak egy helyre, ahol megbillent a láda, és ő oda kapott. Tehát úgymond a, a hozzányúlt a ládához, hogy saját maga ezt megoldja. Ő tudja, neki joga van megtartani, amikor a dicsőség billen. Ő neki joga van ehhez hozzányúlni és azonnal dráma lett belőle. A keresztény életben ez hogy tud jelentkezni? A hívőknek nem feltétlenül ér véget az élete, de az biztos, hogy egy nagy törés áll be az életében. A, a láda megbillenése, vagy, vagy amit annak gondol az ember, hogy húha, most aztán neki kézbe kell venni a dolgokat, ez az embert nagyon könnyen ö, olyan lépésre, viheti, aminek drámai következményei lesznek. Nem léphetem át a hatáskörömet. Nem léphetem át az úr által adott jogosítványaimat. Pontosan a dicsőség miatt. A, nagyon érdekes, az Uzának a testvérét úgy hívták, hogy Ahió. Az Ahió, aki egy alapvetően pozitív szereplő, de ő is követte Uzzát, és ő is szemtanúja volt ennek. Azt jelenti, hogy fele baráti, testvéries, mm -hmm. egy, ilyen, egy ilyen nagyon érzelmileg kötődött a testvérihez Te valószínű. nem szellemi volt, hanem é... ilyen emocionális. Igen, és hogy ő, hát Uzza ott van, én is ott vagyok, és, és vagyunk, és, és, és szemtanúja volt ennek a Támogatom drámának. Támogatom a fivéremet. Így van, hogy ugyanakkor törvénytelenségben nem támogathatom a fivéremet. Aha. A törvénytelenség, nekem mindenek előtt az urat kell támogatnom, és az ő igazságát kell az életemben megélni. És drámai következményei van szolgálatra vetítve, a családokra, bármire, hogyha az ember ezt, ezt megsérti. Nagyon-nagyon figyelmeztető, mert mert pontosan benne van az, hogy hogy vannak olyan cselekedetek, amik amiknek a gyümölcseként kibicsaklik a hívő élet. Hát ez pedig jó megúszni. És egyébként a, a a hozzáállása, az ugye az egy ilyen alap pozitív hozzáállása, hogy ugye Igen. az egyházban nekünk egymáshoz kell viszonyulni, tehát hogy... Így van, az egyházban így kell viszonyulni egymáshoz, de a törvénytelenségben nem támogathatjuk Igen. egymást. Tehát a, a, a baráti vagy testvéri... Kötelességünk az, hogy a törvénytelenséggel szembesítsük a, a barátunkat. Nem követhetem őt, csak azért, mert nagyon-nagyon szeretem. Uh -huh. Ha nagyon-nagyon szeretem, akkor akkor nekem szembesítenem kell azzal, hogy amit tesz, abból baj lesz. Igen, az Isten jobban kell szeretnünk. Így van. Fontosabb az Úr igéje, mint a barátom. És nekem el kell mondanom. A barátomnak, hogy figyelj, ez nem jó. És nem, nem hatalmaz fel engem Isten arra, hogy érzelmi kötődés miatt, a barátomhoz való érzelmi kötődése miatt asszisztáljak az ő hibáihoz Igen. és a bűneihez. Meg lehet tenni, és, és most nem abban a korszakban vagyunk, hogy Isten agyon csap minket, itt, ahogy Uzzával történt, nem ez a. Hála Istennek, kegyelem idejében vagyunk, de hosszú távon ez a szellemi igazság érvényesül. És minnyájunk életében van Istennek egy terve, egy akarata, szándéka az életünkre, sorsunkra, szolgálatunkra vonatkozóan. Ha én ezt megsértem, például ahogy úzza, biztos, hogy nem fog megvalósulni. Tehát egy. egy ö, csak akkor, ha ha belátom, és megtérek, és visszafordulok, és kérem Isten kegyelmét és irgalmát. Nem játék az, amiben belekerültünk, hogy az urdicsősége vezet minket. De hála Istennek van egy egy jó példa is a három közül. <laughs> Ez nem... érdekel engem a legjobban. <laughs> obededom. Ugye Dávid, ahogy meglátta, hogy mi történt, nagyon, azt mondja az igaz, hogy megbosszankodott. Itt, egy bosszankodott Dávid, nagyon nagyon megharagudott, és frusztrált lett, végtelenül. Hát most képzelni. Jó takartam. E, igen, hogy hát hogy lehet Az. Igen. Ott volt a látás, vissza kell, vissza kell, kell, látás cionba, vagy. kell nem, vissza, nem, cionba kell, vinni a ládát, mert az az, az ütvtörténet egyik nagyon fontos lépése, Isten ezt meg fogja áldani. Jó lesz, csináljuk. És egy, és egy tragédia lesz belőle. És Dávid zsenialitását ez mutatja, hogy ő, ő nem, nem mondott le végleg erről, hanem hát kiválasztotta Obededomot, hogy ö, most így lesz a ládá. Elhelyezték Obededomot, nem tudom, Obed-Edom mit követhetett el, hogy ő kapta meg azt a ládát, ami akkor nagyon csapott egy embert. Nem. Ezt nem tudjuk, de ő, őt ölelték. Ő Ki köze a volt az adomitákhoz? Hát többféle verzió van ezzel kapcsolatban, hogy van olyan, amelyik a verzió azt mondja, hogy egy, 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 egy filiszteus hátterű család van, amelyik azt mondja, hogy hogy lévita volt, de de ez a gitteus, ez a gátvárosából valót jelent. Ott Többféle, vel, de megy erről egy, egy szakmai vita. Én azt gondolom, hogy egy lévita család volt, tehát egy egy filiszteusnak nem adta volna oda mm -hmm. Dávid aládát. Tehát az, az én azt gondolom, hogy az, az teljesen nonszensz, különösen a korábbi évtizedekben, amik, amik történtek. Uh, ugyanakkor uh, részleteket ezzel kapcsolatban nem tudunk. Tehát, hogyha uh, azt a verziót veszük, hogy ő, ő, ő egy lévita család volt, uh, oda került a láda, és három hónap alatt, három hónap, ugye Abinádárnál 20, 20 évig év volt, <laughs> három hónap alatt úgy megáldotta az úr Obededomot, hogy annak híre ment. És nem csak őt, hanem az egész háza népét. És ö, ö, azt mondja Isten, igény, hogy az Isten ládájáért áldotta meg. Tehát ő, ők valami olyasmit tudtak, Obede -e aminek az lett a következménye, hogy az a láda, ami Abinádával semmit nem csinált, ami nagyon csapta húzzát, az úgy megáldotta őket három hónap alatt, hogy a királyhoz elment a híre. Hogy olyan híre lett annak az áldásnak, hogy, hogy Dávid azt mondja, hogy meggyőzte Dávidot arról, hogy tökéletesen jó volt a látása. Mm -hmm. Csak elrontott abban, hogyan? hogy, hogy nem az igére építve tette ezt, hanem lelkesedésre építette. És az igét kihagyta a helyreállító munkából. És Tanulmányozták az igét, megnézték, hogy hogyan kell, és ezért a, a második nekifutásra pedig nagyon jól sikerült, de ott azt látjuk, hogy áldoztak, a, a, az engesztelő áldozatra épült a, a munka, és, és sikerült Tehát is felvenni. Szerint a rendtartás, bármaga, amit a Isten kielentett. Máshogy nem működik. Na visszatérve Obededombra, úgy megáldotta őket az Úr, hogy és a házuk népét, hogy később azt látjuk, hogy Obededom és családja egy nagyon-nagyon aktív és szellemi szolgálatban álltak. Ugye feltűnnek a dicséretnél, a csak egy, egy rész több helyen szerepelnek a, az igében, de hogy milyen, mit jelent az, amikor megáld valakit az úr? Nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy, hogy anyagilag jobb lesz a helyzete, hanem az egész háza népét megáldotta. Az egész családját átjárta a dicsőség. Ugyanis a következőt olvassuk, a dicséretben benne voltak, például az ötös vers az egy krónika 15-ben, Aszáv volt a fő, másodrendben Zakariás, Jéhiel, Samirámot, Jékiel, Matitja, Eliá, Benája és Obededom. A, ugyanezt erősíti meg a, az egy krónika 15-21, Matit, Jeli, Miknéje, Obededom, Jéhiel és az Áziás. Tehát akiket beállított Dávid a szolgálatba, hogy a, az úr ládájának a jelenlétében szolgáljanak, dicsérjék az urat, köztük volt ö, Obededom. De nem csak a dicséretben, hanem az ajtónálók között, akiknek az volt a feladata, elhívása az urban, hogy hogy védelmezzék az Isten tiszteletet, védelmezzék az Úr jelenlétét, ne engedjenek be olyan dolgokat Dávid sátorába, aminek nem szabad bemenni, és egy biztonság legyen ott védelmezve legyen, voltak az ajtonálok, és itt is azt látjuk, hogy az egy krónika 15-24-ben, hogy Obede dom, akik és Jéhia, akik kapunálók voltak. Tehát részt vettek ebben a, ebben a szolgálatban. A szellemi szolgálat és a, a, hát a szellemi ö, szolgálat védelmezésében is részt vettek. Tehát a, amikor megáld valakit az Úr, az ezt is jelenti, hogy megfelelően tud viszonyulni, úgy, hogy többiekre is áldást hoz, a dicsőséghez, de azt is jelenti, hogy ő védelmezi az Úrnak való szolgálatot, és azokat, akik ebben a szolgálatban állnak bent. Tehát az áldás az alapvetően megjelenik alkalmasságban és képességben. És később is olvassuk azt, hogy, hogy Obededom, ez is egy nagyon érdekes, hogy, hogy Obededom a kincstartó helyen is volt, volt szolgálata. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon-nagyon megbízható jellemes, a szellemi szolgálatra tökéletesen alkalmas személy volt, akinek döbbenetes, hogy milyen családja volt. Mert ugye azt mondja Isten igéje, hogy a, a családját is megáldotta az úr, a háznépét. Na az egy nagyon érdekes, hogy milyen jellemek voltak a családjukban. És milyen jelemek? Az egy kronika 26.4-ben a következőt olvassuk. Tehát, hogyha az úr dicsősége, hogy hogyan akarja megérinteni a családunkat. Hogy ott volt Abinádáb, akinek láttuk a családját és a gyermekeit. És itt van Obededom, akiről a következőt olvassuk. Egy kronika 26.4. Obededom fiai közül Semája elsőszülött, Józabád második, Joá harmadik, Sákár negyedik, Netanél ötödik. Amiel hatodik, és akár hetedik, Péhullétai nyolcadik, mert az Isten megáldotta őt. Az ő fiának, Semájának is születtek fiai, akik családjukban uralkodtak, mert erős vitézek voltak. Semája fiai, Otni, Refael, Obed, Elzabádkinek kinek testvérei igen erős férfiak voltak, Elihu és Semákiás, ezek mindnyájan Edom fiai, Obededom fiai közül valók, mind ő maguk, mind fiaik és testvéreik, derék férfiak voltak, erősek a szolgálatra, 62-en Obededomtól valók. Tehát a, itt az látjuk, hogy Obededom családjában a karakterek is megváltoztak. Olyan személyeket hozott létre, olyan jellemű, olyan erényel bíró ö, személyeket hozott létre a frigyláda, hogy ö, ez bekerült az igébe. Ugye az egyik azt mondja, hogy erős vitézek voltak. Ez a erős vitéz, ez, ez azt jelenti, hogy ilyen derék, tekintélyes emberek. Tehát ők nem egy ilyen Ilyen, ilyen kis emocionális alamoszi, igen, ezzel nem egy ilyen kis, nem, nem egy ilyen feminim jelenségek voltak ezek a férfiak. Viszont a igen, nem az volt, hogy, hogy kétszer be kellett jönnie, hogy észrevegyék, hanem ezek erős, tekintélyes emberek voltak, férfiasak voltak. Ugye a derék tekintélyes, a következőt jelenti, hogy van ereje, hatalma, és ez tudja gyakorolni. Tud harcolni, és jelenti azt is, hogy nagyon tehetséges. Egy jellemes ember, ilyeneket jelent a Héber szó. Uh -huh. Jellemes ember, és egy nagyon termékeny emberek. Tehát, hogy olyan személyek, akiknek az egész, az egész karakteréből sütött az, hogy Isten hatalma valóság. És a, a, az életükben, családjukban ezt, ezt megvalósították. És hát itt írja, hogy 62-en voltak. Tehát egy nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy áldás nyugodott meg rajtuk. Amikor arról beszélünk, hogy megállt valakit az úr, akkor az azt is jelenti, hogy a jellemében a család karaktere megváltozik. Hosszú távon. És pontosan ez, hogy. Tehát van ereje, hatalma, tudja ezt gyakorolni, tud harcolni védelmezni, ha kell támadni szellemben a gonoszság erőivel szemben, nagyon tehetséges, hatékony, jellemes ember és nagyon termékeny áldott ember. És azt mondja, hogy, hogy erősek a szolgálatra. Itt pontosan azt jelenti, hogy, hogy van van alkalmassága és jól végzi a szolgálatát. Férfiasan, összeszedetten, természet fölötti képességekkel megáldva, és, és van, van hozzá tehetsége, és jól forgolódik és jól végzi a szolgálatát, sőt, olyat is jelent, hogy gazdagság vagyon. Tehát van képessége arra, hogy hogy az úráldását pénzügyi területen is birtokba vegye és megtartsa. Tehát Obededom háza az ilyen volt. Mm -hmm jellemes férfiakból, erős férfiakból, tekintélyes férfiakból állt, és emellett nagyon jól szolgáltak, nagyon jól forgolódtak, nagyon áldott volt az életük. Hát nagy különbség valóban. Nagyon nagy különbség. És hogyha... az is érdekes, hogy a második generáció életére is kapunk akkor itt az igéből. Tehát Obededom, talán még a harmadikra is, tehát Obededomnak, a, a, ugye Abinádámnál azt láttuk, hogy hogy a második generáció szinte használhatatlanul, teljes kudarc. Jó szándékú, kedves, de de szellemi értékek megtartásában, szellemi értékekhez való viszonyban teljes kudarcot vallott a második generáció Abinádábnál. Uh -huh. Obededomnál azt látjuk, hogy hogy ott, ott nagyon erőteljes, nagyon jó viszony, volt a, 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 szellemi szent javakhoz, és ebből nagyon sokat profitáltak. Tehát óriási különbség a kettő. És mindezt összegezve valóban ez van, hogy, hogy a láda, hogy mit hoz létre az életünkben, a dicsőség, az a, az a hozzávaló viszonytól függ, hogy nem ő benne van a különbség, hanem mi bennünk van. És ha úgy viszonyulunk hozzá, mint Obededom, aki, aki tisztelettel, hát hogy onnan tudjuk, hogy tisztelettel és alázattal, mert a dicséretben nagyon jó volt. Tehát, hogy az úr ez úgy tudott közeledni, hogy hogy, Dávid azt mondta, hogy te kell lesz a dicséretben. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy egyértelműen látta, hogy az úr kicsoda, és úgy is viszonyult és felmagasztalta az úrnak a nagyságát. Hát ez egy nagy példa az életünkben. Hát érdekes az emberi sors, és én kívánom, hogy hogy mindannyiunknak legyen olyan vissza. És ez, ez egy óriási titok egyébként, mert ahogy így beszéltünkről, csak találgatni tudunk, nem? Hogy a Abinádábék családjában mi történt, és Obededom családjában mi történt. Igen. De talán így mindannyiunknak egyen-egyenként kell ezt a titkot felfedni, és ezt az úrral tudjuk megtenni. Hát igen. Személyes kapcsolatban. Bár mondja Jézus, hogy a gyümölcseiről ismeri meg a fát. Tehát az, hogy, hogy az ember ezen az úton elindul, hogy az egyik jó volt, a másik nem, az egyiknek jó gyümölcsei voltak, a másik nem, és részleteiben elkezdi felfejteni, akkor, akkor kap olyan utalást, ami, ami megerősítheti azt, hogy, hogy Abinádábék nem úgy tisztelték az ige tekintélyét. Ők nem úgy viszonyultak hozzá. Ott nem, nem volt akkora tekintélye, és nem volt olyan szeretet a dicsőség iránt, és Isten beszéde, szövetsége iránt. Nem, nem volt az a viszony, ami Obed Edoméknál volt. Ők nem tanulták meg, nem sajátították el az, hogy, nem, hogy a dicsőséget magasztalni és védelmezni kell. Mint ahogy Obededom még ezt megtették. Tehát ebből ki lehet következtetni azt, hogy valahol hol hibázott a mm -hmm. dolog. Hol volt az, ami. Az mindenképp csak így a részleteiben nem. Tehát, hogy az, az alapelvet azt gyakorlatilag meg tudjuk benne ragadni. Így van. Az, hogy részleteiben, nem, az, az nem tárja fel. De azt gondolom, lehet, hogy nem is véletlenül. Mert ez okulásunkra iratott meg más a családunk, más az otthonunk, mindenkinek egy kihívás, hogy, hogy obededomi sorsot éljen meg az úr dicsőségének a jelenlétében, és ne abinádábi sorsot. Uzza itt meg pláne nem, és ne legyen olyan, mint a hió. Hanem valóban itt van ez a három sors. Abinádáb, Uzza, obededom. Nézze meg, hogy a láda ugyanaz volt, de az életük teljesen máshogyan alakult. Legyünk obededomik, és a mi életünkben alakuljon úgy, és nem csak a mi életünkben, hanem a házunk népének az életében, és változtasson meg minket a dicsőség. Az úrnak a jelenléte ez alapján, az ige alapján is egy elképesztő karaktereket tud kihozni az emberekből. És ez a cél, hogy ez megvalósuljon. Erre csak ámen tudok mondani. András, nagyon köszönjük ezeket a buzdító és nagyon fontos szavakat. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.